Azért, hogy változtassanak a statisztikán, a nyelvtanárok úgy döntöttek, személyesen szólítják meg a székesfehérváriakat. Menjenek el az ingyenes próbaórákra szeptember 15-én. Mindenki örömmel vette a tájékoztatást, azonban stábunk találkozott olyanokkal is, akik azt vallják, munkahelyükhöz nem feltétel a nyelvtudás, ezért nem élnek a lehetőséggel. Van egy szakmai nyelvvizsgám angolból, és már dolgozom. Tehát már van két diplomám, már több nyelvvizsgára nekem nincs szükségem, meg olyan munkakörben dolgozom, ahol nem szükséges a nyelvtudás. Leginkább a 20 és 40 év közöttieket foglalkoztatja a nyelvtanulás. A tanárok úgy látják, a többieknek nincs rá ideje. Talán nem is hibának mondanám, csak sokszor az a probléma, felnőtt dolgozó családos embereknek nincsen otthon idejük eleget foglalkozni a nyelvekkel. Talán ez, ami probléma lehet. A tapasztalat egyébként azt mutatja, azok, akik egy másik ország nyelvét szeretnék elsajátítani, inkább a csoportos foglalkozást választják. Sokan rájönnek arra, hogy csoportban azért költséghatékonyabb dolgozni, és hogyha igazán beszédszentrikus módszerrel tudnak tanulni, akkor ez egy sokkal hatékonyabb formája tud lenni a nyelvtanulásnak, mint hogyha csak egy-egyben a saját a tanárával. Szeptember 15-én szombaton tehát ingyenes bemutatóórákkal, próbanyelvvizsgákkal, játékokkal és tanácsadással várják azokat, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy elsajátítsanak valamilyen idegen nyelvet.